Köszöntöm nézőinket! Már ebben az esztendőben sajnos nem volt igazi nyarunk. Ennek ellenére számos káros hatást érhette a bőrünket. UV-sugárzás, szél, a strandok klóros vize, avagy a sós tengervíz, bár ez utóbbi gyógyhatású is. Szépségápolási tanácsaink következnek. Nyáron gyakori, hogy hajunk szerkezete a külső tényezők hatására megbomlik, víztartalma csökken. Ezért szárazzá, fénytelenné és töredezetté válik. Vajon hogyan lehet regenerálni? A legegyszerűbb formája, amit mindenki otthon is meg tud, saját magának el tud végezni, az az, hogy bekenjük valamilyen jó minőségű szérummal, balzsammal, olajjal, valamilyen pakolóval, amit esetleg tovább hagyunk a hajon, és akkor a hajunk visszaépül. Hogyha valakinek a haja alapjáraton vékony szálú, töredező, száraz, akkor nekik mindenképpen a vizes pakolókat ajánljuk, és azokat a pakolókat, amik tartalmaznak úgynevezett keratin visszaépítő anyagokat. Ezeket hagyják fönn tovább a hajon, és nagyon jó, hogyha tesznek rá egy pakott fóliát, és azt hajszárítóval megmelegítik, mert a hő hatására a hajszál szerkezete is jobban nyílik, és plusz a hajpakolóknak az állaga folyékonyabbá válik, jobban be tud szívódni, és amikor mielőtt leveszik, akkor a hajszárítónak a hideg gombjával jó fújják át, akkor viszont összehúzódik a haj, és jobban bennmarad a pakolás. A regenerálódást segíti az is, ha a száraz, töredezett hajvégeket eltávolítjuk, azaz levágjuk. Ezt otthon is megtehetjük, de talán célszerű szakemberhez fordulni, aki segít eldönteni a vágás hosszát, és esetleg javaslatot is tesz hajunk szerkezetével harmonizáló új frizura kialakítására. Nagyon korszerű és jó technika a melegollós vágás, ahol az ollónak az éle olyan hőfokra van beállítva, hogy azonnal úgymond perforálja a hajvégeket, és így a hasznos anyagok bennmaradnak. Egész más lesz a hajszálnak az esése, tartása, tehát sokkal egészségesebb lesz a haj. Bőrünk a legnagyobb felületű védelmi szervünk. Óvja szervezetünket a kórokozóktól, a kiszáradástól, de közben maga is károsodhat. Nagyon fontos, hogy a bőr az mindig egészséges legyen és épp legyen, hogy megvédjen minket a külső hatásoktól. Most ez az élettani szerepe, a másik pedig az esztétikai szerepe, hogy nyáron sokkal hajlamosabbá válunk a ráncokra, a kiszáradásra, a hámlásra, a különböző csípések, szúnyog, bármilyen csípés után megmaradnak a foltjaink, vagy hogyha valakinek esetleg pattanásai vannak és naposztatja, akkor az biztos, hogy pigmentációval gyógyul. A másik legnagyobb nyári probléma ugye a pigment. A pigment az a belső szerveinktől keletkezik, tehát keletkezhet kívülről is, ha sérül a bőr, de zömében a pigmentfoltok, májfoltok hátterében belső problémák állnak, amit valamiért a napsugár felfokoz. Tehát általában a pigment problémák azok tavasztól őszig jelentkeznek. A téli időszakban kevesebb a napfény, és akkor a pigmentfoltok elhalványulnak. Most ezen az évszakon vagy éghajlaton, és ezen a szélességi övön, ahol mi vagyunk, a genetikánk az arra van bekódolva, úgymond, hogy a bőrünket fél időt pihentessük. Tehát ezért nem túl egészséges az, hogyha valaki nyáron is napozik, plusz télen szoláriumba jár, mert ugye ez később okozhat olyan bőrproblémát, amire sajnos nincs még egyelőre segítség, hogy a bőrön fehér foltok lesznek, ez pedig ellentéte a barna pigmentfoltnak, azon könnyebb segíteni, mint ezen, és akkor ezek gyakorlatilag elcsúfíthatják később a dekoltást, és főleg azokon a testrészeken jelentkezik, ami a napfénynek kitett, például a karok és a lábak. De hogyan lehet bőrünkkel elfeledtetni a nyári káros hatásokat? Az egyik és legfontosabb dolog az a felső rétegnek a lecsiszolása vagy eltávolítása. Ezt csinálhatjuk különböző sókkal, különböző peelingekkel, vagy hogyha valaki professzionális kezelést kér,
akkor az úgynevezett bőrcsiszolással. És hogyha megnyitottuk a bőrt, akkor utána már a hatóanyagokat könnyebb bejuttatni, és akkor jönnek a mély rétegekbe való bejuttatások. Ez a mostani kozmetikaiparnak a vívmányai, például az elektroporáció, ez a tűnélküli mezoterápia, vagy a tűs mezoterápiának számtalan fajtája. Az őszi-téli bőrápolásnál a legfontosabb az, hogy használjunk kabátkrémet, úgynevezett kabátkrémet, hiszen a testünket is védjük a hideges őszeles időtől. A bőrünket egy kicsit zsírosabb krémmel kenjük be este, vagy hogyha kint dolgozunk, szabadban megyünk, kirándulunk, akkor reggel, mert ez egy kabátként fogja védeni a bőr, és a zsírosabb bőrűeknek sem kell félni attól, hogy ez még jobban zsírosítja a bőrüket, hiszen ez felszívódik, és csak a felső rétegbe fog védelmezni. Minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek óvodába kell járnia. Egyes intézményekben korábban ennek feltétele a szobatisztaság is volt. Ám a bilire való szoktatás olykor komoly nehézségekbe ütközik, és az erőltetés többnyire nem vezet eredményre. Köszöntöm Tarca Ébolya férőnőt. Mikor kezdődik el a szobatisztaságra való érés folyamata? Mint ahogy a gyermekek nagyon sokféle képesség tekintetében eltérően fejlődnek, így a szobatisztaságnál is eltérések mutatkoznak. Általában azt lehet mondani, hogy 2,5-3 éves kor között érik el azt az érettségi fokot az idegrendszer tekintetében, hogy képesek arra, hogy szobatisztává váljanak. A szülők szempontjából nagyon fontos, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy mit jelent a szobatisztaság fogalma, mert nagyon sokszor a szülők már esetleg nagyon korán, akár a 6-8 hónapos babákat ölbevéve Billivel együtt várják, hogy valami produkció történjen, és büszkén mutatják, hogyha valami csúran cseppen a Billibe, és azt mondják, hogy szobatiszta a gyerek, mert hogy nem a pelenkába ürített. Nos, ez nem fedi a szobatisztaságnak a fogalmát. Mi azt értjük szobatisztaságon, amikor a gyermek már képes arra, hogy érzékelje, hogy mi az, hogy vizelet székletürítési inger, azt megfelelőképpen visszatartsa és a megfelelő helyre ürítse. Ez az igazi szobatisztaság. Ahhoz, hogy erre a gyerek képes legyen, egy érett idegrendszerrel kell rendelkezzen. És ez általában 3 éves kor körülre alakul ki. Hogyan lehet az idegrendszer fejlődését támogatni, segíteni? A kicsi gyermek egészen már az újszülött kortól teljes testében reagál a külvilágra, teljes testével érzékel, összes érzékszervével, és minden, ami őt éri a külvilágból, minden az ő fejlesztését szolgálja. Tehát a sok simogatás, a beszéd, a szemkontaktus, az érintés, a masszírozás, a ringatás, tornáztatás, akár még azok a dobálós mozdulatok, amiket az édesapák csinálnak, vagy amikor később már eszközöket adunk, hintába ültetjük, hintalóra ültetjük a gyereket, és a saját mozgása tekintetében, ahogyan fejlődik, beindulnak a forgások, húszás, mászás, ez mind az idegrendszer érési fejlődését segíti elő. És mellette ugye a szoktatás, a szülői hozzáállás is rendkívül fontos. Igen, a kisgyermek tulajdonképpen minden cselekvését az határozza meg, hogy mit lát maga körül. Látja a felnőtteknek a viselkedését, vagy ahogy a nagyobb gyerek viselkedik, és ugye a szobatisztaság tekintetében is látja, hogy a nagyok nem hordanak pelenkát. Követi az anyját, apját a fürdőszobába, lesi, hogy ott mi történik. Nyilván ezt kellő, hogy mondjam, intelligenciával kezeljük ezeket a helyzeteket, de beengedjük a gyermeket, és elmagyarázzuk, hogy ott most anya, apa mit csinál, hogy történik ez a folyamat, és a gyerekben benne van az utánzás. Ő olyanná akar válni, mint a nagy testvér, mint anya, apa, ő is rá akar ülni a WC-re, ki akarja próbálni, hogy ott hogy kell ülni, és ott egyáltalán hogy érzi magát, és ezt az utánzási folyamatot kihasználva tudjuk rászoktatni ezekre a szokásokra a gyermeket. De a Billivel való foglalkozás, vagy hozzászoktatás azért olykor komoly nehézségekbe ütközik, és különfajta hozzáállások és attitűdök vannak. Például van olyan szülő, aki ott ül a gyermekével szemben, és csak várja, hogy valami produktum keletkezzen. Mit javasol, milyen tanácsokat ad erre vonatkozóan?
Azt gondolom, hogy jó, hogyha egy fajta rendszert kialakít a szülő. Amikor a gyermek felébred, és amikor reggel felöltöztetjük, előtte érdemes a bimbire ráültetni, étkezések előtt, étkezések után, mielőtt elmegyünk sétálni, felkínáljuk a bimbizésnek a lehetőségét, vagy amikor a szülő észreveszi a gyerek viselkedésén, a mozdulatán, hogy ő most valamire készül, sokszor már maga a gyermek is jelzi, hogy most lesz valami, és mutat a pelenka felé, akkor föl lehet neki kínálni a lehetőséget, hogy most gyorsan üljünk rá a bimbire, hát ha sikerül valami, ha sikerül, nagyon megdicsérjük, de ez nem jelenti azt, hogy 2-3 órát rajta ültetjük a gyermeket a bimbin, hiszen annak nem sok értelme van. Azt is lényeges a gyerekkel megértetni, hogy miért ülünk rá, és ne keverjük össze a különböző funkciókat, tehát azért etetés, játék, meseolvasás közben ne legyen a gyerek a bimbin egész nap, meg egy folyamatos, hosszú időn keresztül, hanem amikor célzottan ezt a tevékenységet végzi, akkor felkínáljuk a bimbizést, ha sikerül, örülünk neki, de utána menjen tovább a nap, és a további cselekvéseket végezze a gyerek megfelelő módon. Ez egy néhány perces dolog, legyen 5-10 perc? Egy 5-10 perces dolog, igen, azt gondolom. Annál hosszabban nincs értelme. A kicsi mozgékony gyermek nem is nagyon hajlandó olyan sokáig egy helyben ülni, hiszen neki más dolga is akad, és eltereli a figyelmét a környezet. Tehát nem is akarnak megülni nagyon hosszasan a bimbin. Úgyhogy hagyjuk őket a játéktevékenységben kiteljesedni. Talán a nyár a legszerencsésebb időszak arra, hogy elhagyjuk a pelenkát, jól érzékelem? Hát nyáron kevesebb ruhától kell megszabadítani a gyermeket, hogyha nagyon gyorsan rá akarjuk ültetni a bimbire. Ugye a kicsi gyerek a szobatisztaságra nevelés időszakában még tartósan nem tudja visszatartani a vizeletet, és esetleg mire a sok téli ruhából kihámozzuk, addigra már megtörténhet egy kis baleset. Tehát nyári időszak erre sokkal, azt gondolom, hogy alkalmasabb. Köszönöm szépen a tanácsokat! Tóth Katics Szilviéknek 2 kisfiúk van, a kisebb gyermek 1 éves, a nagyobbik most ősszel kezdte az óvodát. Az Áron a nagyobbik, ő most júliusban volt 3 éves, és egészen mondhatni odáig pelenkás volt, mert hogy ez nálunk úgy zajlott, hogy így a férjemmel úgy gondoltuk, hogy nem fogjuk erőltetni a szobatisztaságot, hanem ez úgy kezdődött, hogy igazán így hagytuk, hogy eljöjjön utánunk a WC-re, nézelődjön, ezt én így olvastam, hogy ez így helyes, és jónak találtam, és akkor gyakorlatilag ő többször jelezte már, hogy pisil a pelenkába, illetve kakil, és akkor én azt hittem ilyen 2 éves kora körül, hogy akkor itt nem sokára alakul a szobatisztaság. Lehet, hogy így lett volna, lehet, hogy nem, de közben megszületett a kis testvére, és akkor viszont visszatértünk a kis baba léthez, ami azt jelenti, hogy elkezdett cumizni, amit előtte azért így ő ritkán, és nagyon ragaszkodott a pelenkához. És mivel ez a dac korszakkal is összejött, meg a testvérféltékenység, ezért úgy gondoltuk, hogy egyáltalán nem fogjuk ezt erőltetni. Egyébként sem erőltettem volna, de így meg főként nem. És akkor így már így 3 éves kora körül abszolút, mondhatni gyakorlatilag szobatiszta volt, mert mindig szólt, hogy pisilni kell, de nem hagyta, hogy a pelenkát levegyük. És hát a nagy áttörés az a nyaralásnál volt, amikor megbeszéltük, hogy ott már nem lehet pelenkába, tehát aki fürödni szeretne, meg strandolni, az már nem járhat így pelenkába, és gyakorlatilag levettük a pelenkát, és azóta nincs nappal pelenkája. Olyan egy magasabb létszámú óvodai csoportban, hogy lehet a szobatisztasággal kapcsolatos problémákat kezelni? Köszönöm dr. Pajor Lászlónét, a Pécs Tudományegyetem egyetemi óvodájának a vezetőjét. Mennyire lehet jogos azon szülők félelme, akinek gyermek a szobatisztasága még küszködik, hogy nem veszik be az óvodába őket? A törvény és a rendeletek és mindenki csatát vív egy kicsit ezen, hogy szabad-e visszautasítani egy gyereket 3 évesen a szobatisztaság hiányában az óvodai felvételtől. Igazából nem. De ennél sokkal bonyolultabb a kérdés, hiszen egy óvoda sem tárgyi, sem személyi, sem higiéniai feltételei nem felelnek meg a pelenkás gyerekek pelenkájának cseréléséhez, és a 25 gyerek mellett ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. De nem ennyire nagy probléma ez, amikor a szülők tavasszal jönnek, és beiratják a gyermekeiket. Én nagyon örülök neki, mert őszintén tájékoztatnak bennünket mindig, ha valamelyik gyereknél még a szobatisztaság hiánya problémaként merül fel, és akkor mindig megkeressük a legjobb megoldást. Nem is ritkán előfordult, hogy úgy beszéltük meg, hogy
ha még a bölcsőde, ahova járt a gyerek, ősszel tudja tartani, hiszen fokozatosan érkeznek a gyerekek, és mondjuk csak januártól kell a helyüket átadni, hogy ott marad. Olyan is volt, hogy csak januártól is arra megoldódott a szobatisztaság, arra is volt példa, hogy októberben telefonált az édesanyja, hogy szobatiszták lettünk, jöhetünk-e, teljesen rugalmasak vagyunk e kérdésben. Most, hogyha mégis bekerül úgy egy kisgyerek, hogy még nem oldódott meg ez a probléma, akkor pelenkát nem, hiszen ez nem csak a feltételek miatt, hanem a gyerekek csúfolása miatt sem egy szerencsés helyzet, hiszen nincs pelusuk, és biztos, hogy sokan bántanák azt a kisgyereket, akinek észrevennék, hogy pelenkája van. Ilyenkor megkérjük a szülőt, hogy több csereruha legyen a zsákba, hogy ahányszor kell le tudjuk cserélni. A délutáni alvás alatt notórius bepisilőknek tesznek a dadusok a lepedőjük alá gumilepedőt, mert ez kiderül nagyon gyorsan. Akinél meg egyszer-kétszer előfordul, nem csinálunk belőle problémát. Úgy hívjuk, hogy történt egy kis baleset, összecsomagolja a dadus az ágyneműt, kiteszi az öltözőbe, és szólunk édesanyának, hogy másnap hozzon tisztát. Melyek azok a szituációk, amikor esetleg intenzívebben megjelenik az, hogyha valaki még nem igazán szobatiszta? Így talán nem is választanám szét a kérdést, inkább úgy, hogy már szobatiszta gyerekek esetében előfordul, hogy valami miatt van egy átmeneti megtorpanás és egy visszaesés. Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, és nagyon örülök neki, hogy amikor ilyen történik, most is van ilyen szituáció kisgyereknél, akkor mi a szülőkkel konzultálva tudjuk, hogy a dolog hátterében mi van. Lemérhető, nyomon követhető. Ha mégis előfordul, hogy az óvónéni olyat tapasztal, hogy megbízhatóan szobatiszta kisgyerek, következő héten kétszer-háromszor is bepisil, és nem tudjuk a dolog hátterét, akkor biztos, hogy megbeszélik a szülőkkel ezt az óvónénik, és utána járunk, hogy mi okozhatta. Kistestvér születés, szülők válása, családban zajló tragédia, ilyen befolyásolhatja, sőt igazából a közösségbe kerülés ténye maga is, hogy bölcsiben már szobatiszta volt, az új környezet, amíg megszokja, az új felnőttek, amíg bizalmat szavaz, az óvónéninek, a dadusnak a gyerek, amíg a mentál higiéniailag tökéletesen kezdi magát jól érezni, ott elképzelhető, hogy van egy ilyen, de sose csinálunk problémát belőle. Alvás alatt ugye előfordulhat, esetleg gyakrabban. Mi az, amiért ilyenkor gyakoribb ez a baleset? Előfordul olyan esetben is, hogy sokkal többet ittak délbe, vagy valami lédús gyümölcsöt ettek, de az óvónénik azt is tudják, hogy kivel fordul elő baleset, akkor ilyenkor viszont megcsinálják, hogy alvás alatt kiviszik a gyereket a mosdóba akkor is, hogyha nem megy ki. Megfázás, de nem jellemző. Tehát ahogy túl vagyunk a beszoktatáson, és kialakult egy nyugodt, derűs, boldog óvodai élet, akkor ez igazából csak betegség, vagy túl sok folyadék fogyasztása esetén fordul elő az óviban. Játék közben. Ez is előfordul, hogy játszik a gyermek, és aztán mégis megtörténik, használjuk az önök kifejezését, a baleset, illetve a másik oldal, hogy látja az ember azt, hogy ott táncol, már mindenfajta mozdulatot tesz azért, hogy hát el kellene mennie a vécébe, a mellékhelyiségbe, és nem indul el. Hogy lehet ezeket így helyén kezelni? Egy nagyon jól működő óvoda, remélem, hogy azok vagyunk, az óvónőnek minden gyerekét személy szerint kell ismerni. Ezek a dolgok kiderülnek. Tehát már az adusténi is tudja, hogy ki az a kisgyerek, akinek szólni kell, hogy játék közben éppen úgy ficerek, hogy pisilni kell és elfelejt szólni. Ki az, aki az udvaron játék közben bár kétszer akkor arra külön odafigyelnek, megfogja gyorsan az adustéri a kezét, vagy az óvónéni, és gyorsan kivezeti a vécébe. Ha nagyobb, akkor nemes egyszerűséggel, ő utasítással kiküldő, gyorsan menj és pisilj. Tehát tulajdonképpen a szülők elmondhatják nyíltan az óvodának, hogy ez a probléma van, mert hiszen együtt lehet jól kezelni ezt a helyzetet. És meg is teszik. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, adásunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A szobatisztaság elérése tehát egy folyamat, és nem egy kapu, amin csak úgy be lehet lépni. Nagy-nagy türelem szükséges mindenki részéről. Viszontlátásra!